és hogy ez mégis kényszerpályára kerüljön, tehát ne az történjen, hogy, a tanácsállást foglalt, hogy ilyenre szükség van, de nem haladnak a dolgok előre. Ezért most egy országgyűlési határozat tervezetet adnak be, akik a tanácsban van 4-5 parlamenti képviselő, hogy szülessen éghajlatvédelmi kerettörvény. Szándékaink szerint ez év, tehát az idei tavaszi időszakban ezt remélhetőleg a parlament elfogadja, és akkor még ez év végére egy éghajlatvédelmi kerettörvény kidolgozásra kerülhet. Na most ennek, hogy ki fogja benyújtani, egy érdekes eleme, mert ugye általában a kormányok szokták ezt készíteni az ilyen törvénytervezeteken, de most a jelenlegi helyzet az az, hogy egy eseti bizottság jöjjön létre. Az eseti bizottságnak a tagjai a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanácsban lévő parlamenti képviselők, és gyakorlatilag akkor a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács tud szakmailag ennek a koordinációjában mögé állni. Természetesen a különböző ágazatokat, már a minisztériumokat fel fogja kérni az országgyűlés, hogy működjenek közre ennek a törvénytervezetnek az elkészítésében. És ehhez kapcsolódva azért hadd mondjam el, hogy a civilek azt gondolom, hogy mindig ott tudnak lenni azért nagyon jó helyeken is, ugyanis ennek a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács mellett különböző munkabizottságok jönnek létre, és van egy éghajlatvédelmi energiával foglalkozó munkabizottság, munkacsoport, amelyik a kezébe vette ezt az ügyet, ennek van egy almunkacsoportja, amelyik a törvénytervezetet készíti, és Farkas István ennek az almunkacsoportnak a vezetője. Én azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy a civil elvállások, javaslatok ide benyomuljanak, és remélhetőleg érvényre is jussanak. Hát most ezt a kettőt emeltem ki, amelyet ebben az évben szeretnénk már úgy konkrétabban elkészíteni, de mellett több más területen is elkezdett dolgozni a tanács. Egyik szeretném kiemelni, hogy van egy vidék és agrár ügyekkel foglalkozó munkabizottsága, ez most azon a területen kezd el dolgozni, hogy egy vidék-agrár stratégiának az alapvetéseit elkészítse, és elsősorban a hazai sajátosságok alapján. Azért említem a hazai sajátosságokat, hogy ne EU-vezérelt legyen, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok területen az Európai Uniós pénzek vezérelnek sok mindent. Az vidék-agrár stratégia mellett vízterületen is elkezdett a tanács dolgozni. Itt a Magyar Tudományos Akadémiában hozott létre egy közös munkabizottságot. Hát ennek a célja a víz stratégiai szerepének a felértékelése, vagy láttatása. És hát 2011-ben a EU magyar elnökség alatt ez a munkabizottság is szeretné azt, hogyha a víz megfelelő helyre kerülhetne. Végezetül a társadalmi tudatosság fenntarthatósága kapcsolatosan az ombudsmani hivatallal közelmúltban írt alá a két elnök, Cili Katalin és Fülöp Sándor ombudsman, egy együttműködési megállapodást, és ennek keretében a jövő nemzedéke ombudsmani hivatallal egy közös munkabizottságot hozunk létre. A konkrét nevek egyeztetése folyik a két szervezet között, és azt gondolom, hogy hamarosan ez a közös munkabizottság el tud kezdeni dolgozni, és hát én nagyon remélem, hogy a két szervezetnek az erőfeszítései legalábbis valahogyan majd hasznosulnak a jövőben. Köszönöm szépen, tehát nem volt órám is fenn, úgyhogy lehet, hogy lényegesen hosszabban beszéltem, elnézést kérem, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok.